A modélfalvi veszedelem áldozatainak ajánlották a január 7-i Szentmisét Bátaszéken, hiszen 259 évvel ezelőtt éppen ezen a napon indult tömeggyilkosság a székelyek egy csoportja ellen. 259 évvel és egy nappal ezelőtt még nem gondolta a világ, de Madéfalva lakói és az ott egybegyűlt emberek végképp nem gondolták, hogy 24 órán belül teljesen felfordul majd minden körülöttük. A békéből békétlenség, a békés együttélésből menekülés, vérengzés lesz, és tulajdonképpen minden megváltozik körülöttük, ami eddig normálisnak mondható volt. Sajnos ez a 259 év nem tudom, hogy tanított-e az emberiséget valamire, hiszen ha most belenézünk a világba, akkor egy szikra elegendő, hogy nézeteltérésekből, ideológiai különbségekből háború legyen, békétlenség legyen, menekülés legyen, vérengzések legyenek. Egy valami biztos, hogy állandó tud lenni, hogyha az ember hite megmarad abban, hogy ezt a békét nem szabad teljesen elengedni, hiszen csak rajtunk embereken múlik, hogy mikor és hogy valósul meg ez a béke. A székelyek ellenálltak a bécsi udvar parancsának, ezért Báró Siskovics József altábornagy parancsot adott katonáinak Madéfalva megtámadására, ahol a székelyek vezetői találkoztak. A támadásban mintegy 200 embert, köztük ártatlan gyermekeket és asszonyokat mészároltak le. A mészárlás és az erőszakos katonasorozás következtében kezdődött meg a székelyek kivándorlása. De hogy mégiscsak legyen egy üzenete ennek a 259 évnek, hiszen akkor egy nagyon szomorú, tragikus körülmény volt, és egy tragikus történet, de mégis egy új népcsoport született akkor, azokban a napokban, és ezek a bukovinai székelyek. Ha ez nem lett volna, akkor valóban akkor a bukovinai székelység nem születik meg, hiszen akkor mindenki ott marad békében és nyugalomban, és nem tudjuk, hogy ez a több mint negyed évezred, ez amúgy hogy telt volna el. Most így van mire emlékezni, vannak tragikus, szomorú dolgok, de ha az ember akarja, akkor minden mögött meg tudja látni a szépséget és a jó dolgot is. 1899-ben Csík Mádéfalván hatalmas kőoszlopot állítottak az áldozatok emlékére. A kőpiramis alján egy táblán a Siculicidium szó olvasható, aminek jelentése székelygyilkosság, de a szó betűinek római számértékét megnézzük, 1764 jön ki, vagyis a Mádéfalvi veszedelem esztendeje. Ahogy közeledünk ehhez az évfordulóhoz, akkor mindig bennünk van, hiszen kezdődik az év, akkor tudjuk, hogy ezzel az évvel nekünk kezdődik egy új egyesületi év. Mindig ehhez az emléknaphoz köthetően történik meg a szövetségnek a közgyűlése is, ami holnapi nap folyamán lesz, és azt gondolom, hogy itt épül föl a szövetségnek, az egyesületeknek az egész éves programsorozata. Mindenképpen tervben van, hogy 23-as év végére pontot tegyünk az építkezés végére, tehát amik még félkész állapotban vannak, amik még egyenlőre csak tervben voltak, nagyon bízok benne, hogy a 23-as év végére minden el tud készülni, tetőtérben a szállások kialakítása, hátul egy ilyen kis rendezvényhez ilyen előkészülő terület, amit disznóvágáskor például tudunk használni. De ha az egyesület életét veszem, akkor azt gondolom, hogy a sarokpontok azok mindig megvannak, azok nem fognak változni. Hogy e köré milyen plusz dolgokat tudunk tenni, az sajnos most a körülményektől nagyon függ, hiszen minden drágult, minden egyenlőre negatív irányba változott, de hát bízzunk benne, hogy ez nem tarthat örökké, és meg tudjuk tartani azokat a dolgokat, amiket mindig is célul tűztünk ki. Maroknyi széke, borít, mint a szikla, népek harcára zajló tengerén. De én nem hiszek teljes egészében abban, hogy mindig visszafelé kell tekinteni. Természetesen az a mondás, hogyha valaki nem ismeri a múltját, akkor nincs jelene, és a jövője sem igazából stabil és biztos.
de azt gondolom, hogy legalább annyit kell a jövőbe is előre tekinteni, mint amennyit mindig hátrafelé teszünk, de inkább többet, egyre inkább többet kell gondolni az utánpótlásra, és kell arra gondolni, hogy még ez a népcsoport egy-két generációt biztosan meg tudjon maradni, természetesen úgy, ahogy eddig is volt itt Bátaszéken, hogy kéz kezet fogva a másik és a többi népcsoporttal teljesen békében. Fejünk az árjai, százszor